papírok. Személyigazolványt. Gyakorlott véradóként már több mint 40. alkalommal adott vért, legutóbb Zombán, Illés Márton helyi lakos. Katonaként kezdte, azóta is a segítő szándék motiválja. Ez a segítő szándék az meg volt mindig alapban, meg volt bennem. Volt ismeretségi körbe, akinek szüksége lett volna rá, és éppen akkor nem nagyon volt. És akkor ez egyre jobban megerősített abban, hogy ez egy elég fontos dolog. Tehát ha az ember teheti, akkor adjunk vért. Túlóráztak a Vöröskereszt és az országos vérellátó szolgálat munkatársai Zombán, hiszen a tervezett 2 órás véradási idő alatt nem került sor mindenkire. Több mint 30 önkéntes véradó nyújtotta kezét a helyi művelődési házban. A kijárási korlátozás idején is lehet vért adni, közölte honlapján az országos vérellátó szolgálat. A koronavírus nem terjed vérátvitellel, azonban változtak a véradók kiszűrési kritériumai. Azért, hogy védjék a véradók és a vért kapó betegek egészségét, az Országos Vérellátó Szolgálat megelőző intézkedéseket vezetett be. Ilyen például, hogy minden személy külön golyóstollat kap, amit ezután hazavihet, ezzel is csökkentik a fertőzés esélyét. A Vöröskeresztet az Országos Vérellátó Szolgálat egy előszűrésre kérte fel, tehát ez változott, hogy aki 30 napon belül külföldön volt, vagy a családtagja, ő nem adhat vért, illetve nem jöhet be a véradás helyszínére. Tehát itt ezzel kapcsolatban az a plusz feladatunk, hogy erre előszűrjük a véradókat. Egyrészt úgy, hogy amikor hívjuk őket a véradásra, vagy toborozzuk, akkor tájékoztassuk őket erről. Egy véradás alkalmával 450 ml vért vesznek le, mely elegendő 3 ember életének a megmentéséhez.